Ismét összegyűltek a Pentele Clubház tagjai hétfőn, de most két apropója is volt a találkozónak. A március 8-ai nemzetközi nőnap ünneplése, valamint a nyugdíjas klub egyik tagja 95 éves lett. A szépkorút virággal és énekkel köszöntötték. A klub férfi tagjai egy-egy szál virággal és viccekkel készültek a gyengébbik nem számára, emellett még egy kisebb színdarabbal és történelmi áttekintéssel is kedveskedtek a hölgyeknek. Hamrik István azt mondta, hogy a nőket meg kell becsülni, és a családja minden hölgy tagjának virággal szokott készülni. A nőket érdemes ünnepelni, ugyanis nem lennének gyerekeink, se unokáink, úgyhogy ezért úgy tartom fontosnak, hogy kellenek. Kell a nőket ünnepelni. És rengeteg munkát, amit dolgoznak otthon a családban, munkahelyen mindenhol. Én szerintem még így is alig vannak megbecsülve. Naszvadi Julianna, a Pentele nyugdíjas klub elnöke, mint minden évben, így idén sem hagyhatta ki, hogy egy ilyen nemzetközi ünnepről megemlékezzenek. Minden jeles alkalmat megünnepelünk, igenis azért megünnepeljük, mint ahogy már nagyon-nagyon sokat mondtam, hogy a múltat, a hagyományt mi azt őrizzük, és mindig bemutatjuk a jövő nemzedék számára. Követik, nem követik, de mégiscsak gondolom, hogy lesz, aki még fogja követni, és értékelni fogja a múltat, ahol a mi generációnk élt, és hogyan élt. A Pentele Nyugdíjas Klub következő rendezvénye március 12-én hétfőn lesz, amikor is nemzetközi ünnepünkre 1848. március 15-ére emlékeznek.